85 méter zárt szelvény, 2160 méter fólia, 4 művész, 8 nap, rengeteg kanna. Így jellemzik a szervezők azt a képzőművészeti programot, mely április 7-től egy héten át zajlik a Gárdonyi téren. A Cellophane Jam néven indított akció egy pályázathoz kapcsolódik, melyet az Eszterházy Károly Főiskola vizuális művészeti tanszéke hirdetett meg olyan graffiti festésben gyakorlott kreatív művészek számára, akik vagy a városhoz, vagy a főiskolához kötődnek. A pályázat legfőbb célja az, hogy lehetőséget kapjanak a fiatal graffitisek. A bő egy hét alatt 4 művész festhet a 15 négyzetméternyi felületre. Két naponta igen lebontjuk, és utána jön a következő művész, aki viszont a saját maga elképzelése szerint fogja majd betekerni az objektumot is ezzel a úgynevezett fólpak ipari fóliával. Tehát, hogy abban is lesz mindenképpen változás, hogy maga a tárgy az, hogy fog kinézni. Tehát az is egy egyedi elképzelés alapján fog majd megszületni. A program az önkormányzat által indított Placemaking for Cities projekt utolsó eleme. Magyar ezt úgy fordítjuk most már egy ideje, hogy közösségteremtés, közösségi helyteremtés egerben. A megújult belvárosunk különböző közösségi terei, közterületeire szeretnénk visszahozni, visszacsábítani mind az egrieket, mind az ide látogatókat, az érdeklődőket, hogy kicsit máshogy is megmutassuk ezeket a tereket. Rázsi Botond alpolgármester hozzátette, az elmúlt fél évben olyan programok jöttek létre a pályázatnak köszönhetően, melyek jó alapot adtak ahhoz, hogy Eger új közösségi tereinek életét felpezsdítsék.